Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Így fennállva a kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 153. dicséretünk első versét énekeljük. A 153. dicséretünk első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, jertek őt imádni. Istenünket ének szóval, helyünket elfoglalva, a 348. dicséretünket énekeljük. A 348. dicséretünk első verse így kezdődik: áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Testvérek, Istennek a mai napon hozzánk szóló igéjét, ugyamint megvan írva Ézsaiás próféta könyvének az 55. részében, 55. részének az első versétől a 13. versét terjedő ige szakaszban. Így szól hozzánk Istennek igéje. Ti szomjazók mind, jöjjetek vizért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, amelyet nem ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyeket nem ismertek. Istened az Úrért, Izrael szentjéért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, ami közel van.
hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony, örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket, a hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprusnő, a csalán helyén mirtusznő, az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el. Amen. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjének hallgatását és szívünkbe fogadását és megtartását, hogy teremjünk jó és sok gyümölcsöt. Gyertek testvérek és imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk Istenünk, mert népeddé választottál bennünket, és áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy most a te népedként emelhetjük hozzád szívünket, gondolatainkat és szavainkat. Köszönjük, Urunk, hogy a te döntésed, a te jó tetszésed az, hogy mi a te néped lehetünk. Köszönjük, hogy te választottál bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te nyúltál utánunk, te kerestél meg minket, Istenünk, és mi csak döntöttünk melletted, válaszoltunk a te hívogató szavadra. És köszönjük, Urunk, hogy a hitnek az igéjét csipegtetted bele a mi szívünkbe. Áldunk és magasztalunk, Istenünk, hogy itt lehetünk a te színed előtt, találkozásunk lehette veled. Örvendezünk, Urunk, azért is, mert a te igéd igaz. És köszönjük, Urunk, hogy azt is hallottuk a te igédben, hogy a te gondolataid nem a mi gondolataink. És köszönjük, Urunk, hogy mégis egy dologban ugyanaz lehet a mi gondolatunk, mint a te gondolataid, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban van nekünk váltságunk. Csak te benned lehet nekünk életünk, csak benned van megmaradásunk. Köszönjük, Urunk, hogy újra és újra megszólítasz minket. Köszönjük, hogy igédből kifogyhatatlan a te beszéded. És köszönjük, Urunk, hogy a te igéd drága kincsei az örökké valóság ízét tárján elénk a mi szívünkbe. Könyörögve kérünk, Urunk, hadd tudjunk most rád figyelni. Áld meg együtt létünket. Áld meg Isten tiszteletünket, áld meg gondolatainkat, rád figyelésünket, hogy tudjunk veled találkozni a te igédben, a te lelked által. Hallgass meg bennünket, és áld meg minket dolgainkban. Amen. Ige hirdetésre készülve, testvérek, a 160. dicséretünket énekeljük. A 160. dicséretünk első versét énekeljük. Az ének első verse így kezdődik: Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked.
az a Szentige, kedves testvérek, amelynek alapján Isten üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található Ézsaiás próféta könyvének az 55. részében, 55. részének a 6. versében és a 11. és 12. versében a következőképpen. Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai vasárnapon, és szeretettel köszöntöm a televízió nézőit is. A modern kor adta lehetőség, az internet felhasználóit is. Örülünk annak, hogy ma kiterjesztett Isten tiszteletünk van, és a mennyei angyalokon kívül a televízió és az internet nézőivel együtt dicsőíthetjük a mi Urunkat. A távoli ország részekben is becsatlakozhatnak a mi Istent imádó és dicsőítő Isten tiszteletünkbe. Reformáció hónapjában vagyunk, és ebben a hónapban különösen is nagy hangsúllyal bír a felolvasott ige. Keressétek az Urat! Hagyja el útját a bűnös! Térjen az Úrhoz! Mert irgalmas az Isten, és kész megbocsátani. De mondhatnánk azt is, hogy az Isten keresés, a bűnöknek az elhagyása, az Isten irgalmába való belecsodálkozás minden földi ember lehetősége és küldetése is egyben. Hogy megtaláljuk és rátalálunk-e az élő Istenre, ettől függ földi életünk értelme és minősége. És hogy találkozunk-e vele itt ebben a földi életben, ettől függ, testvérek, földi életünk utáni helyzetünk is. Mert az mindenki előtt bizonyos, remélem, hogy bizonyos, hogy egyszer mindannyian találkozunk az élő Istennel. Oda kell állni elé. Színről színre meg fogjuk őt látni. Elé kell állni, erről tesz bizonyságot a Szentírás. És testvérek, hogy ez a találkozás, ez egy picit örömtelibb legyen. Ezért készít Isten itt ezen a földön vele való találkozást. Hogy már úgy találkozzunk odaállt az élő Istennel, mint megváltott gyermekei, mint Jézus Krisztus megigazított gyermekei, akik várják ezt a találkozást, és örvendeznek ennek a találkozásnak. Ézsaiás próféta átélte ezt a találkozást. Megkereste őt az Isten, és ettől a találkozástól kezdve ő is folyamatosan kereste az Isten közelségét és az Isten akaratát. Sok
áldott üzenetet bízott rá az Isten. Úgy is mondhatnám, hogy az Ószövetség evangelizátora és az Ószövetség lelki gondozója. Olyan üzeneteket ad tovább, és olyan üzeneteket mond el az ő népének, ami az ő szívét megerősítette, ami az ő hitét megerősítette, amelyre ő rá mer hagyatkozni, amit átélt, amit tovább kell, hogy adjon, mert személyes valóság az ő életében. Önmagáról így vall a próféta, az én Uram, az Úr megtanított engem, mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni az ő igéjét az elfáradtaknak. És valóban az elfáradtaknak, a csüggett lelkű népnek hirdeti az igét. Azoknak, akik a fogság nehéz terhét hordozzák, azoknak, akik távol vannak az otthonuktól, és ezáltal távol szakadtak nem csak az otthontól, hanem az élő Istentől is. Mert lehet, testvérek, hogy nagy baj, amikor az ember nincs a kirendelt helyén. Nagy baj, amikor az ember távolra kényszerül az otthonától. Nagy baj, amikor az embernek el kell hagynia azt a helyet, ahol otthon érzi magát. De még nagyobb baj, testvérek, amikor az ember nem csak az otthonától szakad el, hanem az élő Istentől is. Nagy baj, amikor az ember fogságban van, de még nagyobb baj, amikor az ember az ördög rabságában, az ördög fogságában van, távol az Istentől. És Ézsaiás próféta ennek az Istentől távol levő népnek, lelkileg távol levő népnek hirdeti azt, hogy meg lehet keresni az Istent. Még a távolban is. Rá lehet találni az Istenre, még a messze földön is. Találkozni lehet az élő Istennel, még a rabságban is, még a fogságban is. Mit kell tudni erről az üzenetről? Legelső sorban, testvérek, azt, hogy ez az üzenet az Isten szava. Össze szokták keverni, és szándékosan össze is mossák. Ez csak a próféta szava. Ez csak a lelki pásztor szava. Ez csak az egyház szava. Mert ez kell, hogy mondja. Ez kell, hogy továbbadja, ez kell, hogy üzenetként továbbítsa. De az üzenet, testvérek, amit nekünk meg kell jegyeznünk, legelső sorban azt jelenti, hogy ez az Isten szava. Isten üzen az ő népének. Isten szólítja meg az ő népét. Lehet, hogy a proféták tőle kapják az üzenetet, és ők mondják tovább. De az üzenet az Isten szava. Egész biztos, testvérek, hogy a lelki pásztorok Istentől kapjuk a mondani valót és az üzenetet. De az ő szava. Egész biztos, hogy az egyház szolgái az Isten szavát mondják tovább. Tőle vesszük. Tőle kapjuk. És azt adjuk tovább. Azt mondja Ézsaiás. Azért tanított meg engem Isten az ő szolgáját beszélni. Hogy hirdessem az ő akaratát. Adjam tovább az ő üzenetét. Már önmagában, testvérek, ez különös bátorítással bír. Akik távol vannak az Istentől, akik messze vannak az Istentől, akik elfordultak tőle, vagy akik elhagyták az Istent, Isten nem fordult el tőlük. Isten szemmel tartja őket. Istennek szava, üzenete, megszólító hatalma van, és árad feléjük. Isten bár
megítélte az ő ószövetségi népét. De nem mondott le az ő népéről. Nem hagyta el őket, mert terve van velük. Mi az Isten terve? Az Isten terve, testvérek, a szabadítás és az új élet. És a próféta ezért szólítja meg az ő népét, hogy emberek, az Isten tervez veletek. Újat akar kezdeni, valami olyan újat, amelyre nektek is készen kell lenni. Valami olyan újat, amelyet nektek is meg akar mutatni. Valami olyan újat, amit egészen bizonyosan tőle kaptok. És elmondhatjátok, hogy ez nem mi tőlünk van. Ez az élő Istentől van. És erre szólítja fel az ő kiválasztott népét, hogy mit tegyen ahhoz távol az Istentől, hogy Isten ezt az újat neki ajándékozhassa. Így hangzik a felszólítás, keressétek az Urat. Ez az első dolog, testvérek. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Keressétek, ameddig lehetőség van. Keressétek, addig, ameddig tartom a Isten keresés. Miért? Azért, testvérek, mert megszakadt a kapcsolat. A babiloni fogságban nem csak távol kerültek fizikailag az otthonuktól, hanem távol kerültek lelkileg is az Istentől. Hogy érzékeljük, hogy ez mit jelent, testvérek, nem régen kikapcsolták a falu végén a telefontornyot, amely átjátszotta az adó vevő készülékével a térerőt, a jelet, hogy tudjunk kényelmesen és nyugodtan telefonálni. És amióta kikapcsolták, azóta megesik, hogy megnézzük a telefont, hogy be van ez kapcsolva, vagy mi van vele, mert megszakadt a kapcsolat. Megszakadt a jel, megszakadt az oda-vissza való átjátszás. Távol került a készülék attól a vevő készüléktől, ami sugározza a jelet. És ha távol van, nagyon gyakran megesik, hogy nincs biztos kapcsolat. Így van, testvérek, az emberrel is. Távol kerül az Istentől, és megszakad a kapcsolat. És talán elmondhatjuk, hogy nem csak Izrael került ilyen helyzetbe. Igen, távol került a mi népünk is. Távol került akkor, amikor azt mondták, hogy nem jöhetek a templomba. Volt egy nagyon nagy eltávolodás. Aztán már jöhetünk, és most megint van egy nagy eltávolodás. Testileg is. Amikor a népünk nagy része távoli országokba kerül. De nem csak testileg, távoli testvérek, hanem lelkileg is. És nem csak azok távolodnak, akik elmennek külföldre, hanem azok is távolodnak, akik itthon maradnak. Nem csak az otthonától, hanem az Istentől is távolodik a mi népünk. Valahogy elfelejkeznek róla. És az Úr igéje, testvérek, a legegyszerűbb elkezdi. Keressétek az Urat. Tanuljátok meg,
vagy tanuljátok meg újra keresni az Urat. Tanuljátok meg, vagy tanuljátok meg újra segítségül hívni az Urat. Addig, amíg lehet. Addig, amíg közel van. Mennyit tanította az Úr Jézus Krisztus az ő népét imádkozni? Segítségül hívni az Úr nevét. És azért fontos ez, testvérek, mert ettől függ az ember lelki öröme. Ettől függ az ember lelki jóllakottsága. Ettől függ az ember lelki állapota. Ha távol kerül az Istentől, kiüresedik az élete. Értelmetlenné válik az élete. Ez a legfontosabb. Felvenni a kapcsolatot az élő Istennel. Ha kell, akkor újra felvenni a kapcsolatot az élő Istennel. Keresni a lehetőséget a magasságos Istennel. Ezért az Isten tisztelet egyik eleme, az imádkozás nem véletlenül van benne az Isten tiszteleti liturgiában. Amikor együtt egy népként fohászkodhatunk az Istenhez, kérhetjük az ő segítségét, hálát adhatunk az ő jóságáért. És azért nem mindegy, hogy mennyit imádkozunk. Ezért nem mindegy, hogy hogyan keressük és mennyit keressük az élő Istennel való kapcsolatnak a lehetőségét. Konfirmandusok szokták mondani, olyan nehéz elkezdeni. Ugye, konfirmandusok? De amikor elkezdi az ember, akkor meg nehéz abba hagyni. Olyan sok minden van, amit elmondana neki. Legfőképpen az, hogy Uram, elmulasztottam egy csomó időt. Nem kerestelek. Nem akartam találkozni te veled. És most, amikor a közeledben vagyok, akkor a te közelséged, oly igen, jó nékem. Ide jövünk, hogy keressük őt, a vele való találkozás lehetőségét, és érezzük azt, hogy olyan jó nekünk az Isten közelében lenni. Az egyik asszony testvérünk, aki átélte ezt, ki is hímezte, hogy Isten közelsége, ó igen, jó nékem. És ott ül a hímzett falvédője mellett az imateremben. Ó igen, jó az Isten közössége. És amikor azt mondja az Úr, hogy keressétek őt, keressétek az Urat, akkor az itt szereplő szó, kifejezés hétköznapi megszólítást jelent. Természetes beszédet. Mit mond a káténk? Az imádkozás Istennel való beszélgetés. Természetes beszéd. Természetes megszólítás. Természetes módon kell keresni az Istent. Nem különféle vélt vagy gondolt dolgokban. Az ő igényében. Természetes közegében. És se az Istenhez közel lévőknek, se a távolabb járóknak nem lehet aktuálisabb programot ajánlani, mint az, hogy keressétek az Urat. Hívjátok segítségül, amik közel vannak. És sem az egyháznak, sem a nemzetnek, testvérek, nincs más kiút, csak ez. Keresni az Urat. És különösen fontos ez, testvérek, reformáció hónapjában. Megtaláljuk-e? Rátalálunk-e? Megelevenik-e újra az élő Istennel való kapcsolat? Nem hagyomány lesz, nem vallás lesz, hanem élő, személyes kapcsolat. A hitben,
A hit csodáján keresztül találkozom-e az élő Istennel? Hiszen a reformátoraink így indultak el az Istennel való járásuk útján, hogy keresték az Istent, keresték kolostorok mélyén, keresték viharban, keresték mindenütt, míg nem az igében rátaláltak az irgalmas Istenre, a kegyelmes Istenre, aki kész megbocsátani, aki irgalmaz a bűnös embernek, aki megszabadítja az embert az ő kötelékeiből és láncaiból, és hálával tölti el a szívét. A prófétai igének azonban van egy kitétele. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Azt jelenti ezt, testvérek, hogy ennek az Isten keresésnek van határa is. Ugye, akik határon szoktak mozogni, azok tapasztalják, hogy a határnak milyen kellemetlen hatásai is lehetnek. Amikor az ember menne, de meg kell állni. Amikor az ember sietne, de a sor fenntartja. Amikor az ember olyan türelmetlen már, de kénytelen ott állni. Igen, testvérek, az ige erre szólít fel. Addig keressétek, amíg megtalálható, amíg lehetséges. Nagyon sokan tesznek arról bizonyságot, hogy nem keresték, és amikor már próbáltak volna közeledni, nem tudtak. Nagyon sokan látjuk azt, hogy az elidegenedésnek van egy olyan megcsontosodott következménye, hogy emberek úgy távoznak ebből a földi életből, hogy már nem is akarnak találkozni az élő Istennel. Kimarad az életükből. Ezért olyan nagy kegyelem, hogy az Isten népe elkerül Babilonba. Isten meg küld utánuk egy embert, az ő prófétáját, és azt mondja, itt is lehet keresni. Ezért olyan nagy kegyelem, testvérek, hogy Isten küld utánunk embert, aki az ő igéjét elmondja, és azt mondja, lehet keresni. Most még lehet. Most még nincs lezárva. Aztán Bartimeus az utolsó alkalmat is kihasználva kiált, hogy Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam. Mert tudja, most van lehetősége. Ha nem kiált, ha nem keres, úgy marad az élete. És az Isten keresés ezért fontos minden kor emberének. Ezért fontos nekünk is. Van még lehetőségünk. Aztán így folytatja az Isten igéje, az Isten keresés, hogy hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Nagyon sokaknak kérdése, hogy hogyan kell elhagyni a bűnt. Sőt, még többeknek kérdése, hogy milyen bűnt kell elhagyni. Rengeteg ember meg van róla győződve, hogy a szomszéd, vagy a rokona, vagy az ismerőse sokkal bűnösebb, mint ő. Rengeteg ember meg van róla győződve, hogy a másik embernek kell elhagyni a bűnt, mert ő sokkal bűnösebb, és ha majd ő elhagyja, akkor következik ő maga a sorban. Testvérek, a bűn elhagyásnak van egy nagyon fontos feltétele.
meg kell látni a bűnt az életünkben. Ahhoz, hogy elhagyja az ember a bűnét, ahhoz legelőször bűnlátás kell. Azt szoktuk mondani a kátésoknak, hogy addig, amíg az ember nem látja, hogy mit kell elhagynia és letennie, addig nem tudja elhagyni. Négy fázisát különböztetünk meg a bűnbánatnak, amelyet az ember felismerve le tudja tenni a bűnét. Az első ilyen fázisa a bűnbánatnak a bűnfelismerés, a bűnlátás. Amikor az ember beismeri önmagának legelőször, hogy vétkeztem. Mindannyian ismerjük a tékozló fiú történetét. Éli az életét. Még otthon a testvére is, a hírekből, amit kap az öccséről, világosan látja, hogy bűnös életet él. Istennek nem tetsző életet él. De hát a tékozló fiú nem látja. Nem látja, hogy mit csinál. Nem, testvérek. Mert addig azt hiszi az ember, hogy ez a természetes. És azt mondja az ige, hogy amikor magába száll, akkor beismeri. Vétkeztem. És majd csak utána mondja el, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened, atyám. Ez a legfontosabb, testvérek, a bűn elhagyásában. Hogy az ember belássa és beismerje. Vétkeztem. Lássa a bűnt. Aztán rögtön ezután jön, testvérek, az, hogy elkezd fájni a bűn. Ami addig természetes volt, amit addig az ember nyugodt lelkiismerettel tett, nyugodt lelkiismerettel csinált, a bűnlátás után elkezd fájni. Elkezd dolgozni a lelkiismeret. Nem tud aludni az ember. Nem tud napirendre térni a tette fölött. Ilyenkor szokott az történni, hogy gyilkosok feladják magukat. Fáj. Az, amit elkövettek, az fáj. Ilyenkor szokott az megtörténni, amikor a gyermek oda megy a szülőjéhez, és azt mondja, anya, bocsáss meg, nem akartam. Ilyenkor szokott az megtörténni, hogy a morcos fél reggel visz egy kávét. Vétkeztem. Nem akartam. És ilyenkor történt meg, amikor a tékozló fiú azt mondja, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Aztán a következő lépés az, amikor az ember megbánja a bűnét. Elmegy ez a fiatal, és elmondja az ő atyának is. Először a mennyei atyának. Először a minden bűn megbocsátójának. Aztán majd annak is, aki ellen vétkezett. És a következő lépés azt mondja, nem akarok tovább így élni. El akarom hagyni. Ott hagy mindent a távolban, és visszamegy az atyai házhoz. Amikor itt azt mondja, hogy térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, itt pontosan az a kifejezés szerepel, amelyben az ember felismeri a célt, tévesztést. Elindul egy irányba, meglátja, hogy ez az irány helytelen, és megfordul.
És ennek a szónak, testvérek, a jelentésében van, a jelentésében hordozza azt a csodát is, hogy amikor elindul rossz irányba, akkor távolodik az Istentől. Háttal van az Istennek. És amikor lerakja a bűnét, akkor hátat fordít a bűnnek, és elindul vissza az élő Isten felé. Egy reménységgel. Irgalmas az Isten, és kész megbocsátani. Nos, testvérek, Ézsaiás ezt hirdeti. Ézsaiás ezt mondja el az ő népének, hogy rossz az irány. De bátran forduljatok vissza, mert irgalmas az Isten. Kész megbocsátani, mert csak így lehet keresni az Istent. Letenni a bűnöket. Letenni a bűnöket Jézus Krisztus keresztjéhez. Letenni azokat a cselekedeteket, elhagyni azokat a normákat, amelyek szégyent hoznak az Istenre, amelyek nem tetszenek az Istennek. Hogy őszintén megválva a bűneinktől, tisztán közeledhessünk ő felé. Amikor őszintén megválunk a bűneinktől, akkor tudjuk őszintén keresni az Istent. Péter, Jézus Krisztus tanítványa, amikor egy ízben szembesül az Isten szentségével, az Isten nagyságánál és az ő saját gyarlóságával, a Genezáret tavon való csodálatos halfogásnál, akkor leborul Jézus Krisztus lábai elé, és azt mondja, eredj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Rádöbben az Isten tisztaságára és szentségére, a saját bűnére, hogy nem ő szerinte cselekedett, kételkedett a szavában, nem hitt a mindenható Istennek, csodálkozik az ő szentségén, mert az ő szentsége és tisztasága nem fér össze a bűnnel és a tisztátalansággal. Ezért hív erre az ige. Hagyja el útját a bűnös, és térjen az Úrhoz. És hogy mennyire jelen van még az, hogy szentként tiszteljük az Istent. Sok esetben megfigyeltem már, hogy idős emberek, amikor a templomunk mellett gyaló vagy biciklin, vagy szekéren haladnak el, megemelik a kalapjukat, némelyek meg le is veszik. Mert tudják, hogy ez a hely az, ahol találkozni lehet az élő Istennel, a Szent Istennel. Bárcsak testvérek, ne csak a kalapunkat emelnénk meg, vennénk le, hanem levennénk azokat a bűnös cselekedeteket, amelyek távol tartanak bennünket az élő Istentől. Erre szólít az ige. Vekkezzük le, hagyjuk el, tegyük le, mert irgalmas az Isten, és kész megbocsátani. A harmadik üzenete az élő Isten igéjének egy megerősítés. Azt mondja, hogy az Úr szava, az Úr igéje nem tér vissza hozzá üresen. Férfi emberek mondták el, hogy jó lenne már egy kis eső. Könnyebben lehetne munkálni a földet. Könnyebben lehetne vetni, hamarabb ki kellene a vetés. Erről beszél az Isten igéje is. Ahogyan az eső és a hó lehull az égből,
és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én igény is. Egy fontos dolgot lássuk testvérek ebben az igében. Eső nélkül nincsen növekedés. Azt mondja az Isten igéje, kenyered ad a magvetőnek, és kenyered ad az éhezőnek. Amilyen az éhezőnek a kenyér. Olyan testvérek, a kiszikkadt léleknek az ige. Fontos a vetés. De még fontosabb testvérek az áldás. És csak akkor látjuk az áldásnak a nagyságát, hogyha látjuk a vágyat, látjuk a kiszikkadt földet. És ezt kell belátnunk, testvérek. Isten nélkül sivár a világ. Éhezik az ember. Éhezik az ember lelke. És ilyen sivár világban, testvérek, nincs igény a családra. Nincs igény a házasságra. Mert félnek tőle, hogy becsapják egymást. Ilyen sivár világban nincs igény a gyermekáldásra. Ilyen sivár világban nincs igény arra, hogy a gyermek majd gondozza az ő árván maradt szüleit. És figyeljátok, ha ezekre nincs igény, akkor ilyen sivár világban nincs igény az Isten dolgaira sem. És azt mondja az Isten igéje, hogy az ő szava nem tér vissza üresen. Táplál, üdít és felvidít. Konfirmandusok kicsit nehezményezik, hogy a kérdéseken túl meg kell még tanulni az igéket is. Nem csak az aranyigéket, hanem azokat, amik kapcsolódnak a KT-hoz. Hát a szülők is hozzáteszik, hogy igen, nagyon sok kérdést kell megtanulni, és sok a feladat. Talán néha már hajlanánk is arra, hogy enyhítsünk a terhen. Viszont vannak megerősítések. Egy megillemedett ember mondta el, hogy olyan helyzetbe került, amiből nem találta a kiútat. És egyszerre eszébe jutott egy ige, amit a KT órán tanult. És azt mondta, nem tudtam egyebet csinálni, csak rábízni magam erre az igére. És ha hiszi, ha nem, megoldódott a problémám. Az Isten igéje nem tér vissza üresen. Termővé teszi a földet. Magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Éhezte ez az említett fiatalember a megoldást. Nem találta. Ő maga vetette a helyzetet, és úgy került bele. De rábízta magát a tanult igére. És Isten kiutat adott. Nem tér vissza üresen. Mi azt hiszük, hogy a fiatalok nem keresnek. Mi azt hiszük, hogy nem akarják tudni az Isten akaratát.
De olyan jó tudni azt, hogy Isten keresi őket is. És a záporként feladott ige, az majd később, amikor az ember megéhezik, akkor lesz kenyér. Akkor fog táplálni. De akkor úgy fog táplálni, hogy megelevenedik az prófétai szó. Megelevenedik az Isten szava. Megmondta az Isten. És így van. És milyen jó, testvérek, hogy amikor ennek a népnek Isten elküldi az ő üzenetét, akkor azt mondja, hogy bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. Letelik a megszabott idő, és békességben hazamennek a fogságból. Mit látnak? Azt mondja az ige, hogy tövis van ott, ahova hazaköltöznek. Csalán van mindenütt, mert elhagyotottá vált. És beteljesedik az Isten szava, a tövis helyén ciprus nő. Hatalmas fa. A csalán helyén mirtusz nő. Isten úgy megáldotta az ő népét, testvérek, hogy a legmodernebb öntöző technika Izraelben van. Légköri aszályban ciprus növesztenek. Hogyan, miként? Úgy, hogy az Isten az ő népének olyan megoldásokat juttat az eszébe, amit csak ők tudnak kivitelezni, megtanulni és megmutatni. Miért? Mert Isten erre is gondol. Mert aki őt keresi, nem csak itt ebben a földi életben van és lesz jó dolga, hanem egy örökké valóságban is vele örvendezhet. Mert nem követ az ígérete teljesedett be az Istennek. Beteljesedett az az ígérete, amit az ősatyáknak, a prófétáknak és az ő népének adott. Eljön majd a megváltó, aki irgalmasságot cselekszik. Eljön majd a megváltó, amikor az idők beteljesednek. Nemzedékek sora várta, hogy eljön majd a megígért messiás, a szabadító, az Úr Jézus Krisztus. És eljött. És amikor keresztre feszítették, testvérek, minden veszni látszott. De feltámadt. Győzedelmeskedett a bűn fölött, és bebizonyította Isten irgalmát. Ezért mondja az apostol, Isten irgalmára kérlek. Erre az irgalomra kérlek benneteket. Szánjátok oda magatokat, élő áldozatul, a mindenható Istennek. Szálljátok oda. Keressétek. Amíg megtalálható. Amen. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy Te megtalálható vagy. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy megismerhető vagy, és áldunk és magasztalunk azért, mert közel lévő Isten vagy. Köszönjük, hogy a Te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban kijelentetted magadat. Köszönjük, hogy benne közel jöttél, és köszönjük, Urunk, hogy a Te igédben keresel bennünket. Áldunk és magasztalunk, hogy arra biztatsz minket is, hogy mi is keressünk Téged. Keressük, Urunk, a veled való találkozásnak a lehetőségét. Keressük, Urunk, a benned való gyönyörködésnek a lehetőségét. Keressük, Urunk, az előtted való megalázkodásnak a lehetőségét. És keressük, Urunk, a Te szentségedet. Kívánjuk, Urunk,
a te tisztaságodat, és kívánjuk a veled való boldog életet. Imádkozunk, Urunk, gyermekeinkért, hadd tudják ők is megtalálni életük értelmét te benned. Imádkozunk, Urunk, idős embereinkért, azokért, Urunk, akik közel vannak emberileg a veled való találkozásra, hadd legyen élő találkozásuk nekik is te veled itt, hadd tudják, Urunk, a magányukat, fájdalmukat, nehézségeiket, bűneiket eléved letenni. És hadd tudjanak, Urunk, tőled irgalmat és bocsánatot nyerni. Imádkozunk, Urunk, a betegjeinkért, azokért is, Urunk, akik könnyebben sérültek, de azokért is, Urunk, akik betegség nehéz terhével, fájdalmával küszködnek te előtted. Urunk, különösen imádkozunk egy asszonytestvérünkért, aki családja fájdalmában, családja körülött és nehézségei között sínylődik. Urunk, te légy az ő gyógyítójuk, te légy, Urunk, az ő segítőjük, és ha tetszik, Urunk, mentsd meg az ő életét, az ő életüket, hogy hadd tudjanak az élők földjén is dicsőíteni téged. Urunk, imádkozunk ránk jövő hét alkalmaiért, hadd lehessen veled való találkozásunk ezeken az alkalmakon is, hadd tudjuk, Urunk, örvendezni a te beszédednek, és hadd lehessen, Urunk, ha neked kedves és előtted jó dolog, örvendetes a mi életünk. Kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A áldásvételre készülve énekeljük hitvaló énekünket. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Helyünket elfoglalva a testvérek, énekeljük záró énekünket, a 455. dicséretünket. A 455. dicséretünk első verse így kezdődik. Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad.